Bácskosútfalván létezik ugyanaz állati tetemek hűtőháza, de annak működését a közelmúltban részben betiltotta a köztársasági állategészségügyi felügyelőség. 2011-ben szigorítottak a jogszabályokon, és a településről Topolya helyett Zomborba kell szállítani a tetemeket. Ezt azonban nem tudta kifizetni a falu, ezért más megoldást kellett találni, tetemgödröket ástak a település szélén. Azóta ott is tábla tiltja az elhullott állatok lerakását, a kutak kapacitása ugyanis kicsinek bizonyult, mert a környék több településéről használták azokat. A helyi vezetőség hosszú távú megoldást keres, a hűtőházat szeretné legalizálni. Mivel átment községi ingerenciába, az, hogy köteles a község gondolkozni az állati tetemekről, így megpróbálunk legalább egy minimális mennyiséget első körben, ha úgy tetszik, egy pilot projektként, hogy a község legyen az, aki a szállítási költségeket ilyen vonatkozásba átvállalja, a helyi közösség pedig működtesse. Télen kisebb a fertőzés veszély, de nyáron különös figyelmet kell fordítani a tetemek megfelelő kezelésére. Balesetből elpusztulnak a jószágok, tehát történik mindig valami, de egy tetem az egy potenciális fertőzési góc. Ha az önkormányzat a korlátozott anyagi keretek miatt nem tudja megoldani az elhullott állatok testének elszállítását, akkor uniós példa alapján kötelezheti annak tulajdonosát a költségek megtérítésére. Szerintem ezt törvénnyel kellene szabályozni ezeket a dolgokat, hogy törvénnyel rákényszeríteni, és szigorúan büntetni kellene, aki nem a törvény szerint jár el ezzel kapcsolatban, mert itt nem játékról van szó, itt az egészségünkről van szó, és mint tudjuk, az egészségünk a legnagyobb kincs. A következő években a jogharmonizáció következtében talán gyakorlati megoldás is születhet, addig azonban a településeknek egyéni megoldást kell találniuk a problémára.